Hát szeretettel üdvözlök mindenkit március végén. Nyakunkon a húsvét, gyorsan még ünnep, komoly ünnep előtt úgymond kicsit rendbe hozom a gyepet. Mint a melléketábla mutatja, borzasztóan néz ki. Ezt a öreg gépet használom erre, ez egy gyepszellőztető, több fokozatú, benzinmotoros, valami régi német gyártmány, Brill, ha nem tévedek. Igen. És ő vele aztán dolgozom fel a füvet. Lényegében úgy csinálom, hogy most ami már megvan egyszer hosszára, aztán majd keresztbe is végig járom. És mint a melléket ábra mutatja, néhány négyzetméterről iszonyatos mennyiségű fűhulladékot lehet összeszedni, mindezt úgy, hogy megjegyzem, hogy a fűnyírót azt mindig kosárral használom. Na most, ha ezzel megleszek keresztbe hosszára, akkor jön majd egy jó adag alapos porszívózás. Ezt a fűnyíróval fogom elvégezni, a megszokottnál egy icipicit magasabbra emelem, és úgy általában jobban szív az enyém, tehát én úgy tapasztaltam. És végig fogom járni legalább kétszer a fűnyíróval is, hogy amennyit ugye nem tudtam összeszedni a kézi szerszámokkal, azt majd a fűnyíró fel fogja porszívózni. Hát most következik majd ez az oldal, és ha ez is meg lesz, akkor szórok el egy kis friss fűmagot, és mivel holnapra esőt mondanak, valószínű, hogy egy minimális mennyiségű fű trágyát is ki fogok szórni este fele, hogy holnap, ha jön az eső, az bele is mossa, nem jó rajta hagyni, mert kiégeti. Ilyen tavaly megjártam, úgy volt, hogy eső lesz, este kiszórtam, reggel kijöttem, nem volt eső, elmentem dolgozni bele, hazajöttem, meg is égette a füvet, és ilyen foltokba besárgult. Úgyhogy ügyelni kell, hogyha egy kicsit megtrágyázza az ember. Nem szabad túlzásba vinni, nekem meg pláne, mert fákat nem akarom trágyázni, tehát csak így a füvet, úgyhogy nagyon minimális mennyiséget hordok ki. Hát azért is nem olyan jó minőségű a füvem, tehát ez nem egy gyep. Bocsánat, ez nem egy pázsit, hanem egy gyep. De nekem ez itt teljesen megfelel. Hát ezt akartam csak megmutatni, akinek nincs rá lehetősége, mielőtt meg volt nekem ez a jó öreg gép, azelőtt egész egyszerűen kézzel, még csak nem is vettem hozzá spéci levegőztető ilyen gerebjét, hanem teljesen hagyományos gerebjével cibáltam végig a kertet keresztbe kasul, hát az egy egynapos munka volt reggeltől estig, egy elég kemény munka, nem mintha ezzel nem kellene dolgozni, ezt is ám kell nyomni, húzni. Érdekes, hogyha az ember visszafele húzza, jobban szedi ki, mint hogyha tolja. Gondolom ez a forgás irányból adódóan. No, hát ezt most már befejezem, aztán mutatok majd még valamit. Na, gondoltam, megmutatom, hogy mennyi fű jön ki egy... mennyi lehet részen. Szerintem a három ári részen van nekem fű. Majdnem. Ja, jó 3/4 köbméter. Az alján volt valami már a komposztálónak, de egy 3/4 köbméternyi fűhulladék. Vicc az, hogy mivel ugye tép ki a gép zöld füvet is, meg hát utána porszívózáskor lele csapja a fűtetejét és a fűnyíró. Van benne zöld is, úgyhogy ez iszonyat hamar el fogám komposztálódni. Tehát majd meg fogom mutatni, hogy mennyi idő alatt lesz ebből komposzt. Ugye ez ilyen zöld és száraz, már rohadásnak indult fűnek a keveréke. Piszok hamar lebomlik. Hát csak az, hogy el tudja az ember képzelni, hogy mennyi fűnyesedék van. Aki esetleg nem szokott gyepet szellőztetni, az nem tudja elképzelni, hogy miről van szó egyáltalán, tehát hogy mennyi fűnyesedék van ott. Még akkor is, hogyha mindig összeszedi. Na, ez volt a mai munka, meg elültettem valami különlegeset. Hát ez az a rész egyébként, ahol a medencénk szokott lenni, nyáron a gyerekek, ahol pancsikolnak,
és ma ide ültettem el a második darab pálmát. Szerintem kínai kenderpálma, nem vagyok benne biztos, ugye ezenek is több faja van, igazából nem nagyon tudta senki megmondani, van már erről egy videón feltéve, a nagyobbik testvére párja, az már el van ültetve ősz óta az édesanyám kertjébe, kisebbiket most tavasszal kiültettem én ide az én kertembe a medence mellé, úgyhogy érdekességképpen megmutatom ezt is, hogy már kiültetésre került. Idén ugye voltak mínusz 10 fokok is, és probléma nélkül viselte, úgyhogy szerintem kínai kenderpálma lehet. Lehet, hogy a télen egy picit többet kellett volna locsolnom, ugye tipikusan, hogyha ilyen zöld a levélvég, az jó, de hogyha a levélvég így egy kicsit elkezd száradni, visszaszáradni, az általában annak a jele, hogy nem kap elég nedvességet, elég vizet, vagy nem elég párás a környezet. Na hát meglátjuk majd itt, hogy érzi magát itt a medence mellett. Hát körülbelül ennyit szerettem volna most hirtelen megmutatni. A fű egyébként most rémronda, tehát egy ilyen gyepszellőztetés után arra számítsunk, hogy borzasztó ronda lesz. Most én még annyit csinálok, mondom, hogy ahol kopaszos, ott megszórom fűmaggal, és én nagyon-nagyon kevés trágyát is szórok majd rá, de ezt már csak este fogom megtenni, mind a kettőt, a fűmagvetést is, és a trágyaszórást is, mert madarak feleszik, és ráadásul mondom, hogy éjjelre, holnap reggelre esőt mondanak, és ebbe bizakodok, úgyhogy a trágya nem szeretném, hogyha sokáig felszínen maradna, mert megégeti a füvet. Ez természetesen ugye ilyen rém ronda, egy hónap múlva gyönyörű szép lesz. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, egy kellemes napot, jó munkát mindenkinek. Viszlát!